A Creality 3D nyomtatóival az utóbbi időben nem igazán voltam megelégedve. Mert bár látszott, hogy szeretnének csinálni valami nagyon jót és újra átélni a Creality Ender 3 egykori sikerét, de amióta bejöttek a klipperes nyomtatók és a nagysebesség, valahogy ez eléggé decevősen ment. Azonban ezzel a géppel, ami az Ender 3 V3-as, csak simán Natur V3, se KSR, se semmilyen utótag, a sima Ender 3 V3-mal végre sikerült visszajönniük a nyerekbe. Ami nem teljesen igaz, mert nem ezzel a nyomtatóval, csak pont most került hozzám ez a nyomtató, mert szerintem időben értünk el most oda, hogy végre kiforta magát ez a dolog, és egy olyan firmware-t és egy olyan szeletelőt tudnak biztosítani ehhez a vázhoz, amivel ez a nyomtató végre rendesen tud dolgozni. Az Ender 3 V3-ból, vagyis a harmadik generációs Ender 3-ból három különböző típust is létrehoztak. Nem tudom, hogy ezt miért kellett mind Ender 3 néven kiadni, mikor hatalmas különbségek vannak ez a három típus között. Az első ugyebár az SE kiadás, amely még Marlin firmware-es, még lassan nyomtat, és igazából sokkal több mindenben kapcsolódik a régi Ender 3 és az Ender 3 V2-es nyomtatókhoz, mint sem az Ender 3 V3-hoz. Gondolom ez volt az első olyan dolog, amit gondoltak, hogy majd ez lesz a 3-as, csak aztán rájöttek, hogy jobb lesz kiadni belőle a KE változatot, amely már klipperes, amely már nagysebességű, és amely papíron hoz minden olyat, amit elvárnánk egy magyártott nyomtatótól. A probléma ezzel csak az, hogy járt nálam az a nyomtató, és igazából csak papíron hozza ezeket a dolgokat, a valóságban nem nagyon. Mindeközben a Creality dolgozott a dobozos nyomtatóikon is, tehát a zárt nyomtatóikon, és kijött a Creality K1, illetve a K1C. A K1C már, ami szintén járt nálam, az már egy egész tűrhetően működő nyomtató, azonban valószínűleg gondolkodtak rajta, hogy hát lehet, hogy nem túl jó az, mert egy kicsit talán drága ahhoz, hogy bárki megvegye, és kellene egy ilyen Ender jellegű nyomtató, vagy Ender 3 jellegű nyomtató, amelyik ugyanazt képes hozni, azonban lényegesen olcsóbban meg tudják vásárolni. Ezért gondoltak egyet, és lepakolták róla a dobozt, és hát doboz nélkül az XY rendszerű nyomtató, ugye a Corex File rendszerű, nem igazán működne, ezért fogták azt az XY rendszert, és átfordították ZX rendszerré. Ami annyit tesz, hogy ebben a nyomtatóban nincsenek a Z tengelyhez kapcsolódóan menetes orsók. Ugyanúgy, ahogy az XY magas rendszernél, itt fölfelé is szíjakon mozog a dolog. Ezáltal hát ugyanolyan gyorsan képes mozogni Z irányban is, mint X irányban, aminek igazából nyomtatás közben semmi haszna nincs, mert úgyse tudunk olyan gyorsan nyomtatni, hogy felfelé olyan gyorsan haladjon a nyomtató. Viszont ezzel kiküszöbölték azokat a lehetséges problémákat, amiket a menetes orsó okozhat. Ugye annak a megmunkálásából adódóan megeshet, hogy egy kis mozgás volt a Z tengelyen, tehát mikor a nyomtató fejet fel és lemozgatta a nyomtatás közben, akkor ott lehetnek itt a rétegekben egy kisebb-nagyobb problémák. Igazából ezt egy darab rugóval meg tudta oldani az összes gyártó, és volt nálam pár nyomtató, igazából mindegyiken függőlegesen menetes orsó volt, és nem nagyon jelentkeztek ezek a problémák. Tehát ezzel kiküszöböltek egy olyan problémát, ami tulajdonképpen nem is volt. Itt az E irányban is ugyanolyan lineáris csapágyakon és ilyen, hát talán tömör, ezt nem szedtem szét, rudakon mozog a dolog. Ezáltal az E irányban is tökéletesen siklik, akárcsak X vagy Y irányban az asztal. Tehát igazából ez a nyomtató annyiban kapcsolódik a korábbi Ender 3-as nyomtatókhoz, hogy ez is egy ilyen vázrendszerű, és ennek is lengő asztala van, vagyis ilyen Wesslinger dolog, de semmi egyébben. Még az előző nyomtatónál ugye a váz része az ilyen hát profilokból volt összecsavarozva, ennél már gondoltak egyet, és úgy voltak vele, hogy miért ne lehetne ezt az egész vázat egyben kiönteni. Úgyhogy ez öntött alumínium. Ebben kapott helyet a mozgatómechanizmus, szíjakkal, szívfeszítőkkel és minden egyébben együtt. Természetesen mindez előre beépítve, így nem kell vele babrálnunk. És végre a KE és az SE változatokkal ellentétben, amelyeknek az alsó része egy műanyag lavor volt tulajdonképpen, és volt benne egy fém lemezke, ami merevítette az egészet, ennek az alsó része is egy nagy darab, egybeöntött alumínium. Ebben kapott helyet a tápegység és az alaplap, amelyet egyébként a K1C-ben is használtak. Az összeszereléshez mindössze két-két csavart kell becsavarnunk előről, majd kettőt-kettőt alulról. Jól ki van találva, nem kell hozzá 8 kéz, hogy összerakja az ember, néhány perc alatt végezhetünk vele, és a végeredmény egy olyan stabil váz, amit én még más nyomtatóknál nem igazán láttam, és szerintem igazából ráállhatnék a tetejére, az sem ártana neki.
A kijelző is ismerős lehet, hiszen ugyanezt láthatjuk a K1C esetében is. A filament tartó meglepően masszív, tömör műanyag, és az oldalán kapott helyet. Nyomtató fejből ez is majdnem pont ugyanolyat kapott, mint a K1C-s tesója, így itt is megtalálható a trimetál egyszarvú elnevezésű fúvóka, illetve elől-hátul tárgyhűtő ventilátor, ami még mindig nagyon nagyszerűen működik. Azonban az, hogy ez a nyomtató fej így... Hát, hogy így van egy ilyen... Mondjuk egy milliméteres mozgása előre-hátra. Ezt nem tudom, hogy ez ennek ilyennek kell lennie vagy sem. Úgy voltam vele, hogy erről sehol semmit nem találtam, úgyhogy inkább nem kezdem el keresni, hogy ez milyen hiba és mi okozhatja. Azonban véleményem szerint nagysebességű nyomtatásnál, vagy bármilyen nagysebességű dolognál semmilyen ilyen moccanó dolog az annyira nem jó dolog. Kicsit olyan érzésem van, mintha ezt a rugó ellenében tenné, tehát valami ezt, mintha feszíteni hátrafelé, és én kézzel előre tudom nyomni, tehát lehet, hogy ennek ilyennek kell lennie, és valahogy ez mérnökileg ki van találva, hogy hogy működjön. Kicsit nagyobb probléma az, hogy ez visszafelé is egy hangyányit azért mocorog, és hát ugye úgy szintez, meg úgy csinál mindent, hogy a fúvókát nyomja neki valahova, és hogy ez így hátrafelé egy picit megmoccan, ez annyira nem pozitív tulajdonság. Egyébként az látszik még rajta, hogy itt a két sínnek, ami csúszik rajta, ugye ez két lineáris csapágy lenne. Valójában az alsó egy lineáris csapágy, a felső pedig egy sikló csapágy, így rész persely tulajdonképpen. De sem a csapágy, sem a persely nem mozog ezeken a tengelyeken, hanem maga a rész persely mozog ebben a műanyag házban. Tehát most itt vagy valahol nem húztak meg valamilyen hernyócsavart, aminek ezt szorítania kéne, vagy nem tudom, mi lehet vele. De úgy voltam vele, hogy erről sehol semmit nem találtam, én nem babrálok ezzel a fejjel, szerintem nem ér annyit, megnézzük, hogy így működik-e. Bekapcsolás után, akárcsak a K1C esetében, itt is egy öndiagnosztikával indít. Így nincs más dolgunk, mint kivárni azt a 15 percet, amíg ezt megcsinálja, és attól kezdve már nyomtathatunk is. Öndiak közben természetesen az input shaping-et is elvégzi, melynek elég kegyetlen hangja van bizonyos frekvenciák esetén, de fogadjuk el, hogy ilyennek kell lennie. Mivel a beüzemelés során csatlakozhatunk a Wi-Fi-hez, így az első adandó alkalommal jelzi is, ha új firmware érhető el, és egy gombnyomással telepíthetjük. Testfájlokból kapunk néhányat. Kezdek is egy mellékelt 13 perces bencsivel, mindenki legnagyobb örömére. A tárgyasztal ugyanaz, mint hasonló társain, így választhatunk rá másikat is, viszont a K1C-vel ellentétben erre nem került hátsó törlőcsík, így a fúvókát szintezés előtt az asztalba törli. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez annyira előnyös, de hát hadd csinálja. A magasságállítás az egyébként az asztal alá beépített nyomásérzékelőket használja. Ismételten elképesztő nyomtatási sebességet láthatunk, és valóban 13 perc alatt el is készült a kis bencsi a géphez mellékelt nagysebességű fehér PLA-ból. Az asztal ezúttal is remekül tapad, a fehér filamenten pedig pont nem látszik semmi. Ebben ezért nyomtattam még egyszer másik filamentből ugyanezt a gépódot, ezúttal is Creality filament, csak nem HS, hanem sima Silk PLA. És meg is látszik a végeredményen, hogy ekkora sebességhez nem való ez a filament. Nyomtattam hát még egyet egy másik gyártó nagysebességű filamentjéből, és nem igazán látok rajta bántó hibát. Egy tesztkockát is mellékeltek, azt is kinyomtattam, de ezen nem igazán tudom, hogy mi az elvárás, szóval mondjuk rá azt, hogy szép. Egy nagyobb tesztmodellt is mellékelnek, melyet a hozzá kapott fehér PLA-ból nyomtattam ki, és ami azt illeti, pontosan olyan a végeredmény, amilyet elvár az ember. Ideje hát saját dolgokat szeletel. Természetesen itt is elérhető mindenféle Creality felhőszolgáltatás, meg szeletelő, meg minden kutyafüle, de ellentétben a korábbiakkal, ez esetben végre már használható is. Lokális szeleteléshez megkapjuk a Creality Print szeletelőt. A korábbi változatával valahogy nem voltam kivékülve, az úgy nem esett kezemre, vagy magam se tudom. Ezúttal kis hián meg sem nyitottam ezt a szeletelőt, mondván, hogy úgyse változott semmit, viszont nagyot kellett csalódnom méghozzá pozitív értelemben. Úgy indultak neki, hogy fejlesztenek egy saját szeletelőt, de gondolom időközben rájöttek, hogy ez valószínűleg zsákutca lesz, és inkább kiadták az új 5-ös változatot, ami leginkább egy módosított orka szeletelőnek tűnik, de a leírása szerint ebbe aztán mindenféle szeletelő bele van gyúrva. A lényeg, hogy végeredményként kapunk egy jól működő szeletelőt, mely ugyanazokkal a remek funkciókkal bír, mint az orka, de szerintem az orkától egy barátságosabb kinézetet kapott, legalábbis számomra ez jobban tetszik, és annak ellenére, hogy én korábban nem túl sokat használtam az orka szeletelőt, mégis könnyedén megtaláltam benne minden funkciót, és szerintem minden logikus helyen szerepel benne, és szerintem ez az első olyan saját márkás Creality szeletelő, amit érdemes letölteni és használni. Természetesen majdnem az összes Creality nyomtatót megtaláljuk előre definiált profilként ebben a szeletelőben, és egy nagyon jelentős filament listát is kapunk, természetesen jellemzően a saját márkás filamentekből,
És számomra egy érdekes dolog volt, hogy ebből a listából nem minden filament érhető el minden nyomtatóhoz. Például van az ASA, ami a listában a K1C gép esetén elérhető, ám ha átváltunk az Ender 3 V3-ra, ott már nem látjuk a listában, hiszen azt elsősorban zárt terűnyomtatókkal érdemes nyomtatni. Természetesen tudunk belőle direktben LAN-on keresztül is nyomtatni, de akár a felhőbe is feltölthetjük a leszeretett dolgokat. A szeletelőből elérjük még a nyomtatónk kezelőfelületét, és ha szerelünk rá kamerát, akár az élő képet is láthatjuk. Ez a dolgok jó része, és akkor ott van a Creality telefonos applikáció, meg a felhő alapú mindenség, meg az ottani szeletelés, meg egy komplett modell adatbázis, ami tulajdonképpen abból áll, hogy emberek, akik élelmesek voltak, azok letöltögették az ingyenes modelleket, ahol elérték, feltöltötték ebbe az adatbázisba, és ott ilyen Creality coinokért, nem tudok mi pontosan a nem lényegtelen, ilyen Creality pontokért tudjuk megvásárolni, mert utána ezeket a Creality pontokat lehet beváltani a szeletelési elsőbségre, meg hasonló dolgokra, nem kell benne elmerülni, egyébként sem támogatom azt, hogy kiküldjük szeletelni a fájlokat Kínába egy felhő szolgáltatásba, mi a ménkünek. Itt is le tudom szeletelni, és itt is ki tudom nyomtatni, nem kell ezeket elküldözgetni. Egyedüli jó dolog benne, hogy mivel, hogyha mondjuk távolabb van az a gép, ahol szeletelünk, akkor ott leszeleteljük, felnyomjuk a felhőbe, eljövünk ide a géphez, és innét telefonról el tudjuk indítani a nyomtatást. Majd utána, hogyha nem vagyunk a gép mellett, bárhol, ahol van internet a világon, ott telefonnal szépen tudjuk követni azt, hogy hol tart a nyomtatásunk, le tudjuk állítani, vagy bele tudunk piszkálni apró dolgokba, hogyha éppen úgy adódik, erre nagyon jó. De az, hogy én ott szeletelgessek, meg nem tudom mi, szerintem tök fölösleges. Egyébként kipróbáltam ezt is, leszeleteltem valami kisebb modellt a felhőben, mert gondoltam, hogy milyen jó lesz, ráküldtem a nyomtatóra, és nem tudom, fél milliméterrel magasabban kezdte el nyomtatni, mint kellett volna, úgyhogy igazából semmi nem tapadt meg a tárgyasztalon. Itt be is fejeztem a nyomtatást, és úgy voltam vele, hogy hagyjuk a csodába, nem érdemes vele foglalkozni, használjuk azt a részét, ami jól működik, ez pedig a lokális szeletelő. A Creality Silk PLA-jából készült ez a modell, így a szeletelőben megtalálható filament profilt használtam hozzá, mindenféle módosítás nélkül. És mindenféle probléma nélkül kinyomtatta. Legalábbis beállítási hibát nem látok rajta, de a felülete azért nem lett kimondottan sima, látszik rajta némi remegés, de csak az X-tengely mentén, ugyanis az Y irányban nyomtatott sík felület, az valóban sima lett. Szerintem ez összefüggésben lehet azzal, hogy mozog a nyomtató fej, de azért amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a tárgyasztalában is azért van egy pici. Összességében viszont szépen kinyomtatta, a felületi minőségére sem lehet különösebben sok panasz, pedig a fényes filamentek azok azért rendesen visszaadják a problémákat. A markolatot egy másik gyártó Terra PLA-jából nyomtattam, ami elsőre nem jött össze, ugyanis rátekeredett a filament tartóra a filament. Mivel minden olyan alkalommal, amikor elkezd nyomtatni, ennek a gépnek fent van a home pozíciója, itt vannak benne a végállás kapcsolók, ezért mielőtt elkezd nyomtatni, egészen felmászik, ezáltal itt oldalt egy nagyobb mennyiségű filamentet szépen lehúz a tekercsről, majd miután visszamegy le, ezt ugye lazán visszaengedi a filamentre, ami által egy hurok képződik rajta. Na már most, ha ez a hurok leugrik a filament dobról, akkor gyönyörűen rá tud akadni ide mellé akárhova. Ennek kiküszöbölésére adtak hozzá egy ilyen kis műanyag, valami vezető, akármit, ami az esetek többségében azért ellátja a feladatát, de abban a 10%-ban, amikor nem, annak az a vége, hogy rácsavarodik valahova a filament. Viszont ha nem történik semmi gubanc, szépen nyomtat vele, simán a mellékelt általános PLA profil. A felületén itt is felfedezhető némi hullámminta, de a markolat probléma nélkül illeszkedik a helyére. Összeszerelve pedig azt hiszem, hogy nem lehet panasz a végeredményre. Kellenek töltények is, szintén Silk PLA-ból a Creality-től. Elsőként aranyszínűvel nyomtattam, majd mivel szeleteléskor beiktattam egy szüneteltetést, miután kinyomtatta a töltényüvelyeket, megáll, filamentet cseréltem benne, és a többi részt már bronz színű filamenttel nyomtattam, melyet természetesen gond nélkül elvégzett. Természetesen a csere miatt némi felesleg filament azért maradt rajta, de ezt leszámítva nem lehet panasz a végeredményre. A K1C-vel korábban nem igazán sikerült szépen TPU-t nyomtatnom. Viszont ezzel mindenféle gond nélkül ki tudtam nyomtatni ezt a puki párnát. Csak sajnos nem működik. De ettől függetlenül a nyomtatás jól sikerült. Mivel a szeletelőben kapunk egészen nagy rétegvastagságú profilokat, kipróbáltam ezt is. Mivel úgy vélem, hogy nem tud 0,3-as rétegvastagságnál is ugyanakkor a sebesség mellett kellő anyagot kinyomni. A szokásos hullámos felületet leszámítva 0,32-os és 0,25-os rétegvastagsággal is ugyanannyi idő alatt nyomtatta ki ugyanazt a modellt,
és mindkét esetben szerintem megfelelően. Kinyomtattam egy kis kosaras emelőt, mely print in place modell, tehát amint leválasztottam a tárgyasztalról, ennek működnie kell. Az alja és a kerekei egyből forognak, míg a csavarja elsőre egy picit szorul ugyan, de másodjára már gond nélkül tekerhető. És valóban egyből működőképes a modell. Korábban a K1C géppel a PETG nyomtatása sem volt zökkenőmentes. Kipróbáltam hát ugyanazzal az anyaggal, amivel azt is használtam. De mivel már csak egy kevés maradt belőle, egyből a filament kifogyás érzékelőt is tesztelhettem. Miután kifogyott, gond nélkül megáll és jelzi. Csere közben a filamentet nem tolja vissza a szenzoron kívülre, így ki kell vennünk a teflon csövet, de azért nem nevezhető nehézkesnek a csere. Utána pedig gond nélkül tudja folytatni. De ismét csak egy darabka anyagot kapott, így még egy csere befigyelt egy kicsit később. És még úgy is, hogy három különböző pedigét töltöttem vele egymás után, simán ki tudta nyomtatni. A modell felületét nézve, a színeken kívül szinte semmi nem utal arra, hogy itt filamentcsere volt. Szénszálas anyagból egy támasz nélküli mellszobrot nyomtattam, 0,1-es réteg vastagsággal, melynek néhány részén azért lehet, hogy elfért volna némi támasz, de minden jelentősebb probléma nélkül kinyomtatta, és szerintem eléggé részletgazdag. Váza módban jöhetett egy kuka, melynél sejthető volt, hogy nem lesz elég az anyag, de kíváncsi voltam, hogy vajon folytatható-e a nyomtatás vázamódban. Ilyet egyébként még sohasem próbáltam. És hát nem folytatható, de szerintem ez nem feltétlenül a gép hibája. Nyomtattam hát egy másik kis pohárkát vázamódban, ennek nyomtatása nem okozott gondot számára. A felülete is szép, és a réteg tapadása sem lehet panasz. Összegezve tehát a tapasztalataimat ennek a nyomtatónak a kapcsán, szerintem a Creality végre ismét egy olyan útra lépett, amit folytatnia kell, és akkor minden rendben lesz. Nagyon látszik ezen a gépen, legalábbis a hardware-es részén, hogy fektettek rá energiát, vagy bele energiát, és ez egy jól megtervezett gép, viszont nem tudom megérteni, hogy valószínűleg ezek a igen precízen kinyomtatott, vagy kiöntött alkatrészek, hát nem lehetnek annyira olcsók, mégis egy olyan dologgal rontják el ezt a gépet, hogy az alsó polcról válogatnak bele csapágyakat. Nem tudom megérteni, hogy ezt miért csinálják. Biztosan megérni azt a plusz, nem tudom hány, dollárba dolgoznak, nem tudom mi, hogy ennek az apró pénze, mindegy. De hogy azt a néhány fillért biztos megérni az, hogy egy kicsit jobb csapágyakat vegyenek hozzá, és akkor nem lenne a különböző tárgyak felületén ez a hullámos, úgynevezett ghosting dolog, ami ugye a... Hát amiatt van, mert a nagy sebességnél egyszerűen bevibrál valamelyik alkatrész, és ez tükröződik a nyomtatott felületen. Ezt ki lehetne küszöbölni. Nyilván régen, amíg nem volt nagy sebesség, addig ez sem volt probléma, de amint nagy sebesség van, ott már nem lehet az, hogy itt-ott egy picit mozog rajta valami, mert annak nyoma van a nyomtatáson, és valójában a nyomtatás nem rossz, mégis csúnyán néz ki. Ami a filament tartó hibáját illeti, annak végre nagyon örülünk, hogy nem a tetejére szerelték, mert ezt nagyon szerették megcsinálni még később is, habár ennél a váznál még azt is el tudom képzelni, hogy nem lenne különösebben nagy probléma, mert tényleg egy masszív vázról beszélünk, de sokkal jobb, hogy a szélére tették. Viszont így ez, hogy rácsavarodik, meg megszorulhat, meg problémák lehetnek vele. Úgy gondolom ezzel a Creality nem is nagyon akar foglalkozni, mert azért van filamentszárítójuk. Filamentszárítóba az ember beleteszi a filamentjét, abból használja, és akkor nincsenek ilyen problémák, hogy ide-oda rácsavarodik, megakad és hasonló dolgok. Tehát valószínű, hogyha valaki erre panaszkodik, akkor azt mondja rá a Creality, hogy tessék megvenni a filamentszárítót és azt használni. Ami a nyomtató fejet illeti, szereltek bele három darab ledet. Ami arra szolgál, hogy megvilágítsa ezt a szép Creality feliratot itt elől, hogy sötétben is tudjuk, hogy mi egy Creality nyomtatót használunk. Rendkívül fontos dolog, mert tudjuk, hogy milyen nyomtatóval nyomtatunk, csak azt nem látjuk, hogy mit. Hogyha ezt a három ledet nem oda az elejébe szerelték volna, hanem ide be az aljába, a fúvógához, és esetleg megvilágítaná azt, amit nyomtatunk vele, akkor haszna is lenne, és nem csak egy ilyen dekoratív akármi. Vagy ha már mindenképpen meg kell világítani a Creality logót, akkor meg is alapon mind a kettőbe kerületett volna, tehát akkor lássuk, hogy kreatívvel nyomtatunk, és lássuk azt is, hogy mit nyomtatunk. A kijelzője továbbra is kiemelkedő, akárcsak a K1C esetében, tűéles a képe, és minden érintés olyan, mintha egy okostelefon nyomkodnánk, tehát sok nyomtatóra kéne ilyen ahelyett, amit rászereltek. És szerintem most érte el a Creality azt, hogy végre egy firmware-rel alá tudta támasztani ezt az egész összerakott hardware-es dolgot, ami jól működött volna, csak kellett hozzá az, ami levezényli ezt az egészet. És mindehhez kellett az a szeletelő, amit végre létrehoztak, mert hát valamikor régen ugye egyszer csináltak egy Creality Slicer szeletelőt, ami egy átlogozott Cura szeletelő volt. Az működött az első generációs Ender nyomtatókkal, csak aztán valahogy a Cura az kicsit fejlődött, az Ender Slicer meg úgy lemaradt, és elvezett a süllyesztőbe. Aztán megcsinálták ezt a
Creality Print szeletelőt, amiről tudták, hogy az átlagozott dolgok azok nem jók, mert el fognak húzni mellettük az eredeti gyártók, úgyhogy kell valami sajátot csinálni. Nyilván erre nem volt kellő erőforrás, úgyhogy azt tudjuk, be is fejezték, meg nem is volt az igazi. És most megint visszatértek oda, hogy átkozmetikáztak egy másik szeletelőt, ami ugye az Orca szeletelő, de nagyon könnyen meg lehet itt is, hogy ezt most kifejlesztették, és az Orca el fog mellettük húzni, mint a Forma 1-es autó, ők meg itt fognak tötyörögni még mindig a 2024-es lemásolt orkájukkal, és ez 2025-6-ba ki tudja hány év múlva már nem lesz az igazi. De ha ezt továbbra is tudják tartani, és simán lehet úgy használni, ahogy kell, tehát fejlesztik a szeletelőjüket, fejlesztik a nyomtatójukat, és lecserélik ezeket a csapágyakat, amik semmire nem valók, akkor bizony a Creality továbbra is egy olyan márka, akinek a nyomtatóit érdemes megvásárolni, mert lehet vele úgy nyomtatni olyan dolgokat, ahogyan azt elvárja az ember. Viszont én most megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Ha még nem tettétek, egész nyugodtan iratkozzatok fel. Mondom, iratkozzatok fel. Kedveljétek ezt a videót. És a legközelebbi alkalomig. Sziasztok!